különleges kettős kihívást vállalt a 2022-es szezonban Mihelis Norbert. Az ország legjobb túrautó versenyzője nem csupán szokásos bajnokságában a WTCR-ben indul, hanem vele párhuzamosan az elektromos túrautó szériában az ETCR-ben is teljes szezonra vállalkozott. Zsúfolt idénye előtt még tartott egy sajtótájékoztatót Budapesten, ahol elmondta, miért pont idén vágott a kettős kihívásba. Azért idén vállaltam ugye ezt a dupla terhelést, mert ugye az ETCR is mondjuk a tavalyi teszt üzemmód után idén ugye a Nemzetközi Automobil Szövetség zászlaja alatt fog futni, tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon komoly szakmai kihívás jelent majd számomra az ETCR, és onnantól kezdve, hogy van rá lehetőségem, én azt vallom, hogy meg kell ragadni ezt a lehetőséget, még akkor is, hogyha mondjuk biztos vagyok benne, hogy egy nagyon-nagyon sűrű és kihívásokkal teli évem lesz idén, de igen, én úgy érzem, hogy onnantól kezdve, hogy tényleg van rá lehetőségem, és megkaptam ezt a bizalmat a Hyundai oldalról, nem igazán tudtam más tenni, mint elfogadni, és ezt egyébként nagyon boldogan tettem. Ugye rögtön Franciaországban egy közös verseny hétvégével indítunk, amikor WTCR és ETCR verseny hétvégét is rendeznek, ráadásul egy utcai pályán, ami önmagában még egy plusz kihívás, egy dupla nehezítés az alap feladat mellé. Úgyhogy kicsit úgy érzem, mintha pályafutásom egyik legnagyobb kihívása következne most két hét múlva Franciaországban, mert ugye egyrészt egyik autóból kiszállva másikba beülve teljesen másképp kell majd hozzáállnom a vezetéstechnika jelentette kihívásokhoz. Ráadásul ezt egy olyan közegben kell megtennem, egy olyan utcai pályán, ahol tényleg semmi lehetőség nincs a hibázásra, ami azért duplán nehezíti a feladatot, de egy nagyon-nagyon érdekes helyzet, és őszintén szóval tudom, hogy nehéz lesz, de ennek ellenére borzasztóan várom is. A WTCR-ben a csapattársam Mikel Ascona lesz. Szerintem sokan ismerik, akik követték a WTCR-t vagy a TCR bajnokságokat, egy nagyon-nagyon fiatal, rámenős, gyors spanyol versenyzőről van szó, aki biztos vagyok benne, hogy házon belül is meg fogja nehezíteni a dolgomat. Vele együtt én ETCR-ben is versenyezni fogok, tehát nem csak nekem, hanem neki is dupla terhelés jelent majd az idei évad. ETCR vonalon pedig rajta kívül lesz még Jean-Carl Verné, a csapattársam, ugye ő csapattársam volt tavaly a WTCR-ben is, illetve a negyedik ülést az ETCR vonalon Kevin Checon és Niki Kácsburg fogja majd betölteni. Mind a kettőjüket ismerem, Niki Kácsburg csapattársam is volt, ugye két éven keresztül 2019-ben és 2020-ban a WTCR-ben. Nagyon jó a kapcsolat közöttünk, nagyon, hát hogy mondjam, örülök neki, hogy csatlakozott idén megint a Hyundai márkához, Kevin Checon pedig hasonlóan, hogy mondjam, tehetséges versenyző, vele idén dolgozok először együtt, pár tesztet már teljesítettünk, nagyon-nagyon jó a hangulat, úgyhogy tőle is egyébként, hogy mondjam, jó együttműködés, meg egyébként nagy kihívást várok. Hogyha jól tudom indítani a szezont, és lehetőleg sok pontot tudod gyűjteni ugye kevés kieséssel, akkor azt gondolom, hogy minden adott lesz ahhoz, hogy bajnoki címért tudjak menni a WTCR-ben. Az ETCR-ben pedig nehéz, ott ugye van tapasztalati lemaradásom, új a közeg, megpróbálom reálisan látni a helyzetemet. Ott én arra fogok törekedni, hogy lehetőleg minél gyorsabban összeszokjak az autóval, és minél versenyképesebb legyek majd ezt az a második felében. Mihelis Norbert mellett elkaptuk pár szóra a versenyző teljesítmény trénerét is. Matics Zsolt, akinek csapata több mint 70 hazai autó és motorversenyzővel foglalkozik, nem csupán a fizikai, hanem a mentális felkészülésért is felel. Néhány részletbe bennünket is beavatott. De Norbi most, amikor itthon van és nem tesztelni van, akkor heti szinten 4-5-ször jön be hozzánk a központba, és az aspektusokat tekintve alapvetően két irányba megy el az alapfelkészülés. Az egyik az a teljesítményszokásoknak az optimalizása, és illetve ennek a szinten tartása, hogy a versenyző
jól érezze magát a bőrében, ez számadatokkal bizonyítható legyen, mert hogyha ez megtörténik, akkor jó teljesítményre képes. A másik aspektus az maga a felkészítés, amely magában foglalja a fizikális, erőnléti felkészítést, illetve a kognitív, motorsport specifikus készségek halmazát, úgy mint stressztolerancia, reakció-reagási képesség, szemkész koordináció, egyensúlyérzékelés, propriocepció, fenntartott figyelem, zavaró tényezők kizárása. Tehát ezek a sportág specifikus képességek az erőnlét mellett. Az edzőközpont az úgy néz ki, hogy a felső szinten van egy orvosi rész, és lent a labor részen pedig van a Fit for Race motorsport specifikus edzésterem. Van egy élettani laboratórium, ahol van egy szimulátor, saját fejlesztésű szimulátoros tesztünk, egy sötét szoba, és maga az élettani rész sportélettanászokkal, orvosokkal. Van egy biomechanikai rész.